Idén először rendezték meg a Horváth Sándor országos iskolaőr emlékversenyt. A székesfehérvári SC Árpád Technikum szakképző iskola és kollégiumban rendezett kétnapos eseményen 20 induló, a 19 vármegye és a budapesti rendőrfőkapitányság csapata mérettette meg magát a különleges munkakör feladataiban. Tegnap egy elméleti tesztet kellett kitöltsünk, ami ugye az iskolaőrnek az általános feladatairól szólt. A mai nap az egy kicsit húzósabb, mert azért itt már azért fizikait is kellett csinálni. Ugye bicikliztünk, fekvőtámaszt csináltunk, felültünk, akkor utána volt egy vöröskeresztes, egy egészségügyi feladat. Ott is ugye tesztet kellett tölteni, meg egy szituációs feladatot kellett elvégezni. Illetve még most van egy szituációs gyakorlat, ilyen iskolaőri szituációs gyakorlat. Az iskolaőrök feladata közé tartozik, hogy megelőzzék az erőszakot, és a tanulók, valamint az iskolában dolgozók biztonságát megteremtsék. Ugyanakkor Pupné Kő Elit, az SFSC Árpád Technikum iskolaőre elmondta, szerinte az is a feladat része, hogy ismerje a diákokat, és ezért szívesen látja, amikor a gyerekek a mindennapi problémáikkal fordulnak hozzá. Ebben is kiváló példa volt Horváth Sándor, akinek emlékére rendezték meg a versenyt. Ősszel elhunyt egy iskolaőr kollégánk, aki volt rendőr, és a szolgálatát a későbbiekben, mint iskolaőr folytatta. Egy sportos, vidám, nagyon szerették a kollégák, a gyerekek az oktatási intézményekben, és tragikus hirtelenséggel hunyt el. Szerettünk volna az ő emlékének is ezzel tisztelegni, valamint az olyan versenyt szerettünk volna, ami minden vármegyében lévő iskolaért egy picikét közelebb tudnánk hozni vármegyénkhez, illetve megmérettetés szempontjából is. A kétnapos verseny végén kedd délután a legsikeresebb csapatok átvehették a helyezetteknek járó kupát, valamint külön ajándékok átadására is sor került. Az önkormányzat képviseletében Kovács Zsoltné, a generációk közötti együttműködés tanácsnoka vett részt az eredmény hirdetésen.